Egy régi kárpát-medencei eredetű népszokást, a locsolkodást felvezető húsvét hétfői idill a bátaszéki tájházban. Szervezői főszerepben a Bátaszéki Felvidéki Néptánc Egyesület, amely folytatni szeretné azt a hagyományt, amely 2017-ig a bátaszéki húsvét hétfők elmaradhatatlan eseménye volt. A lányok módszeres, rituálészerű meglocsolása, felvidékiesen szólva megöntözködése. Két év szünet után újraélesztenék az országosan elhalványuló népszokást bátaszéken. Itt most a jókedv, a hangulat és a locsolásnak az élménye az, ami elsődleges szempont, és talán ami még felvidéki hagyományt csempész a dologba, ez a fának a díszítés. Ugye szalagokat tettünk a fára, és olyan megfontolás, egyrészt, hogy dísze legyen az udvarnak, másrészt ugye a villő ág, a villőzés az virágvasárnap történt, és ezzel ugye egyébként a tánccsoportnak van is egy zoboraljai villőző koreográfiája, amit itt szoktunk előadni. Ez idén nem került bemutatásra, de azért a villő ágat, azt próbáltuk egy kicsit belecsempészni, úgyhogy ezt a fát feldíszítettük szalagokkal. És azt vettük észre, hogy így a 21. századra megkapott egy kicsikét a húsvétnak a fénye, és így modern köntösbe próbáljuk meg ezt feleleveníteni. Hirdetünk is a Facebookon egy versenyt, és öt szerencsés locsoló egyébként a bátaszéki tűzoltóság gépjármű fecskendőivel jöhetett velünk locsolni, az öt legjobb verset beküldő. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy akkor mindenképpen itt a tájháznál is megjelennénk, hiszen itt sok lány, gyermek, lánygyermek és nő van, ezért gondoltuk, hogy akkor egy kicsit mi is hozzájárulnánk az ünnep fényéhez. Amúgy a nemzetiségi hovatartozás nélkül mindenki számára nyitott volt a tájház ajtaja, a Danubia zenekar például magyar népzenét játszott, a gyerekek festegettek, rajzolgattak a pajtában, miközben kint az utcán már készülődött a fő attrakció első felvonása. A katarzis a különböző generációs, fiatalokból álló bátaszéki hölgykoszorú számára még ezután néhány perccel később jött el. Két tűzoltó autó parkolt vele csendesen a tájház előtt. A helyi tűzoltóság képviselői előbb irodalmi arcukat megmutatva az általuk írt locsoló verset tolmácsolták a hölgyek felé. Ahogy ide betoppantunk, nagy autónkból meglocsolunk. Vízünk friss és kellemes, tartályunkban többhetes. Elhervadni nem hagyhatunk, ezért locsol kis csapatunk. Lehőltünk egy jó nevük, így kapunk mi egy kis derűt. A megszeridített lányok önként dalolva álltak elébe a modernkori megöntözködésüknek. Gyertek közelebb, lányok! Ez így is volt, ennek az ebbéli hagyomány továbbvitelében reménykedő bátaszékiek, főleg a néptáncosok helettében örültek. Vödröt nem igazán láttam, ahogy jöttem, de hál' Istennek láttam a fiatalokat összeállva, ugye a baráti köröket, szódásüveggel főleg. De hát majd próbáljuk mi is szépen a mi fiainkat, a táncos fiúkat jövőre szépen összeszedni az összeset egy helyre. Egy lovaskocsival, esetleg egy zenekarral, vödörrel, úgy, ahogy az kell körbe menni a faluba, ahogy mi csináltuk annak idején. Hát ez az idén sajnos nem jött össze, de jövőre mindent megteszünk ennek az érdekében, hogy ez megvalósuljon, hiszen úgy szép az élet, úgy szép a húsvét, hogyha ezt a hagyományt ápoljuk. Tojást kerestünk, játszottunk, kézműveskedtünk, 11-től volt maga a locsolás, és már 10 órára nagyon sok érdeklődő eljött hozzá. Jó rész gyerekekről beszélünk, tehát óvis korosztály, kisiskolás korosztály. Nem volt most elsődleges szempont az, hogy kimondottan felvidéki hagyomány, hanem eleve a locsolásnak a hagyományát ültessük át, plantáljuk át az ifjakba, a gyerekekbe, és aztán majd, ha ők is egy kicsit nagyobbak lesznek, akkor majd olyan locsoló verset, olyan szokás alapján jönnek locsolni. Tehát most nem volt elsődleges szempont. A Felvidéki Egyesület szervezte, felvidéki népviseletbe vagyunk, tehát azért belevittük a rendezvénybe a felvidéki vonulatot. De nyitva a kapu, és persze a szerepvállalás is mások előtt, hogy esetleg a jövő évi locsolkodásnál már kinője az egyébként nagyon ideális helyszínnek bizonyuló bátaszéki tájházat az esemény.